Iskolára való felkészítés nagyjából a nulladik ponttól indul, hogyha nagyon tudatos szülőként vesszük a feladatunkat. Mire kellene az első 6-7 évben megtanítani a gyerekünket, hogy iskola érett legyen? Az első 6 év az minden egyes készség területnek az alapvető szenzitív, azaz nagyon érzékeny időszak, amikor a fejlődés elindul. Innentől kezdve a beszéd, a mozgás az elsődlegesen ide tartozik, a szociális készségek, a logikai fejlődés már nagyon pici kortól indul. Most minden alapkészség spontán fejlődés során azért szépen indul és fejlődik. Itt nagyobb probléma inkább az, hogy a jelenlegi oktatási rendszerünk egy kicsit másként tanít, másként gondolkodik, mint amely készségterületek spontán a mai világban, a normál fejlődés menetben megerősödnek. Nagyon egyszerűen, ugye most a digitális korvilágát éljük, és információrobbanás és párhuzamosan több információval dolgozunk. Nagyon pörög az életünk, rendszerekben gondolkodunk, a felszínen rakjuk össze az információinkat, és annyira nem fontosak a részletek. A gyerekeink is így nőnek föl. Ezen kívül itt van a TV, DVD, számítógépes játékok világa, amikor is az információ így globálisan egy átfogó képpel jelenik meg a gyerek számára. Innentől kezdve ő sokkal inkább az egészet fogja mindig látni, mint a részeket. Ezzel szemben az oktatási rendszerünk a literális vonalat képvisel, ami azt jelenti, hogy az írott és az olvasott nyelvbeszédnek a vonalára összpontosít, ami egy teljesen más gondolkodást feltételez, kér, másfelől más készségterületek kellenek, hogy jól tudjon az iskolában teljesíteni a gyerek. Ebből adódóan, hogyha 5 éves kor környékén jut eszünk, hogy úristen, nem sokára iskolás lesz a gyerek, 99%-ban akkor jut mindannyiunknak eszébe, mert addig még olyan édes kicsi baba nekünk. Azért ez nem a végső időpont, és nem kell nagyon kétségbe esni. Tehát egy intenzív iskolaelőkészítő programmal, vagy egy jól átgondolt tervel azért egy-másfél év alatt gyönyörűen föl lehet a gyerekeket készíteni a kördülékeny iskola kezdésre. Mit tudsz javasolni azoknak a szülőknek, akiknek lassan iskolaérett lesz a gyerekük? Mit tudnak a legegyszerűbben otthon tenni? Elsőként a szülőnek kell rendezni magába azt az egyszerű képletet, hogy el kell engednem a gyereket, és már nagy, és már önállóan kell megállni a helyét az iskolában. Az iskola nem olyan, mint az óvoda, még annyira sem olyan, mint az óvi, hogy szinte napi kapcsolatot lehet tartani a pedagógusokkal. Nehéz szülő számára, mindegy, hogy anyuka vagy apuka, hogy viszonylag kevés információból, amit a gyerek hazahoz, abból tudja csak, hogy mi történik vele, amik a rossz élményeink is voltak esetleg iskoláról, vagy tanulásról. Ezeket ne mondjuk a gyereknek, ne hozzuk fel a gyerek előtt. Viszont nagyon jókat lehet a gyerekkel beszélgetni arról, hogy mennyi mindenre jó az, amit az iskolában tanul. Én már a motivációs tréningeimen szoktam egész a pici kortól arról beszélgetni a gyerekek, hogy mik szeretnének lenni, és vajon, ha mondjuk tűzoltó szeretne lenni, akkor mit kell ahhoz tennie, hogy tűzoltó legyen? Nyilván jön, hogy jól kell tudni olvasni, számolnia, és akkor már is vissza tudok csatolni, hogy motiválva legyen a tanulás felé, hogy na ezért kell megtanulnod most az írás, olvasás és a számolás szépségeit. A gyerekekkel játszani kell szülőnek első körben. Ne legyünk fejlesztő pedagógusok és pedagógusok semmi, anyukák vagyunk odahaz és apukák, de jó lehet szóláncozni a gyerekkel. Meg lehet tanítani amőbázni. Mi ismerjük még a torpedót és a tyúkbelet is. Ezek mind-mind rettentő izgalmas játékok a gyerekek számára, activity-ről nem is beszélve, jókat lehet róla mesélni.